Kívánok, kedves nézőink! Folytatjuk a Bátoriak sorozatát, és egy Nyírbátorban igen ismert név viselője lesz a vendégünk, Csekő Balázs. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire zavart az téged, hogy a te neved az nagyon ismert volt, független attól, hogy te még addig nem túl sokat tettél érte? Az, hogy mennyire ismert a nevem, én azt gondolom, hogy az mindig relatív. Tehát minden egyes időszaknak megvolt a maga jelentése a névben nekem. Nagyapáimtól kaptam ugye származásilag ezt a nevet, és én büszkén viseltem. Tehát az azzal járó összes előnyét és hátrányát, ugye fiatalabb korban inkább a hátrányát élveztem, de aztán ahogy idősödtem egyre inkább. Mi volt a hátrány? Hát ez... Nem csináltál akármit, gondolom. Is, igen. Hát könnyen buktál meg, mert igen, a napló elején voltam. Ja, plusz még az is, igen. Igen, tehát voltak azért ennek tényleg azt mondom, hogy előnyei, de nem is inkább a névből fakadó, hanem attól, hogy ugye mikorán elkezdtük a vállalkozós életet. Igen, hát erre gondoltam életet, és igazából szerintem lehettem volna teljesen mindegy, milyen névvel születhettem volna, akár Kovácsként, vagy bármilyen más névként, abban az időszakban nem a név határozta meg, hanem az a, úgymond, amit csináltunk. Amit csináltunk, tehát maga a vállalkozós élet. És hogy érzed, mikor lettél saját jogon Csekő? Már úgy értem, hogy amikor már konkrétan rád gondoltak, amikor a Csekő nevet kimondják. Ez van ma már, szerinted? Szerintem az egész fiatalon volt, mert engem ugye a sport révén elég hamar azonosítottak, tehát tudták nagyon jól, hogy Csekő Balázs, a pingpongos, az asztali teniszező, ki hogy hívta azért ezt a játékot. Tehát elég hamar azonosítottak a névvel a sport miatt. Maga a vállalkozás, ez ugye az én életemben elég korán elkezdődött, de azt gondolom, hogy amikor be is értem már olyan szintre, hogy ugye sokáig gondolkoztunk, hogy mennyire jelenítsük meg az üzleten a nevet. És akkor 27 éves koromban volt az, amikor úgy döntöttem, hogy legyen maga az üzletnek a névadója maga a Csekő. Uh-huh. Tehát addig ugye Titi Fagyizó volt, nagyon sokan így ismerték, sőt mind a mai napig ugye egy korosztály számára ez az, ami igazából elfogadott, de az, amikor 27 éves koromban azt gondoltam, hogy én megpróbálom tovább vinni, és magasabb szintre tettem a lécet a vállalkozásban, onnantól kezdve vállaltam fel azt, hogy legyen ez a Csekő. Aztán még, hogy ez kávéház, étterem, fagyizó, vagy éppen bármilyen más tevékenység, azt már onnantól kezdve elengedtem, tehát. Uh-huh. Még egy kicsit ugráljunk már így az időben. Van még valamilyen sport tevékenység az életedben? Elég sokféle sportot kipróbáltam. Különösképpen nekem a labdarúgás, kézilabda, ezek a típusú sportok nem jöttek be. Tehát az atlétikának bizonyos dolgai, tehát 13 évesen azért Munkácsi Tamás bácsival azért elmentem, meg Gyermán Laci bácsival elmentem megyei futóversenyre, ahol nem azt mondom, hogy jól szerepeltem, de azért lefutottam egy ilyen hosszú távú futóversenynek a mezőnyével. Aztán utána az asztali tenisz mellett megjelent a fallabda, mellette csináltam egy darabig, főképpen amikor Eger és Miskolc környékén játszottam, akkor a fallabda volt. És miután vége lett az asztali tenisznek az életem, onnantól kezdve nagyon sokféle sportot kipróbáltam még. Főképpen azokat, amik a gyermekeim szívesen csináltak volna, én azokat igyekeztem velük végigcsinálni, mint az úszás vagy a tenisz. Ma van még valami sport? Inkább csak a kardió. Inkább csak a kardió maradt, meg
Azért, hogyha lehívnak, akkor nagyon szívesen elmegyek. Tehát azért néha még lenézek a terembe is, bár az ritkán. Igen. Még is szoktak lepődni, hogy lemegyek. Hát igen, mert hogy én úgy vettem észre, hogy te úgy eléggé eltávolodtál magától az asztali tenisztől. Tehát ahhoz képest, hogy te NB1-ben játszottál. És milyen érzés, amikor ütött össze a kezedbe? Kikkel szoktál időnként ütni? Hát van egy elekkori barátom, a Tördöst, ami mostanában azért belementem egyszer-kétszer. És meg... hogy megy még? Ha benned van minden mozdulat, a fogadni mennék, csak azt nem tudom, hogy tudod megcsinálni. Visszajön. Tehát azért visszajönnek a mozdulatok. Kell egy-két edzés ahhoz, hogy visszajöjjön, és akkor mi itt fáj, ott fáj, mindenhol fog fájni. Aha. Tehát ugye az asztali tenisz az egy nagyon összetett mozgáskultúra, és nagyon megdolgoztat szinte mindenféle izomcsoportot, és aztán az izomláz ez mindenhol fog jelentkezni. Legfőképpen a derekadban, mert nem szoktál annyit hajolni, mint ha mennyi pingponglabdát összeszedünk, ugye egy sok labdás edzésnél. De visszatérve, igazából ez egy pozitív dolog, amikor én lemegyek még a terembe, bár ritkán megyek le. De hát ennek más egyéb okai vannak. Jól sejtem én, hogy majd erről azért kérdezlek, jól sejtem én, hogy te azért egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy vásod gyerek voltál, de szóval eleven gyerek voltál? Igen. Lehettél egyáltalán eleven gyerek? Nem feltétlenül a szó mai értelmében, mint ahogy ma eleven egy gyerek. Tehát azért ott a 90-es években másképp voltunk gyerekek, én azt gondolom, elevenek, de tény is való, hogy nagyon feszegettem a határokat már akkor is, inkább így fogalmazom. Az iskolai határokat, vagy a szülői határokat mindent. Is? Mindenféle határ. Mindent. Tehát ami határ volt, tehát amikor nálam ugye van egy korlát, akkor szerintem a korlát ez legfőképpen azért van, hogy hogyan tudunk teljesíteni. Mondjuk... Ha a te gyereked olyan lett volna, mint te, akkor hogy értékelted volna a gyerekedet? Mármint ezt a részét a dolognak. Nem volt olyan. Teljesen más volt. Micsoda mázli, nem? Nem tudom ebből a szempontból. Hozzám képest nagyon jó gyerekek voltak tényleg, a Dani és Makincső is. Mondjuk nehéz hozzád képest jó gyereknek lenni? Nem lehet, az túl nehéz. Nem. Tehát ez nem komoly kihívás, ugye? Nem. Mi volt a legnagyobb csíntevésed? Hú, rengeteg volt. Nagyon sok volt. A bőség zavara. Nagyon sok volt. Az a baj, hogy akkor annyi mindent megcsináltunk én gyerekcsíntevésbe, tényleg a titkon dohányzástól kezdve a tanárokkal gyakorlatilag, amit lehetett, azt ugye megpróbálunk elkövetni, hogy az ők is jól érezzék magukat, és érezzék a törődést, tehát kölcsönkenyér visszajár alapon. Igen. Ugye a Ludas Matyin nőttünk föl, akkor ezt még így gondoltuk, hogy az így helyes és jó. Aztán természetesen kaptuk a pofonokat ezzel kapcsolatban. A szó ami... szerint is egyébként? Igen. Otthon vagy hol? Nem, az iskolában is. Persze. Egyes hát engem szerettek nagyon a tanárok, tehát én azért közkincs voltam. Ilyen szempontból? Igen. Nem szerették, ha hátul ülök. Tehát általában én mindig úgy volt, hogy bementünk, ott kezdtem az évet a hátsó padban, de gyakorlatilag az első hónapban az első padban voltam. És végig? Aztán igen, onnantól kezdve már nem nagyon engedtek hátra. Igen, el tudom ezt képzelni. Amúgy, ha jól sejtem, akkor nem is egy kitűnő tanuló voltál. Nem. Nem szerettél tanulni? Nem szerettem olyat tanulni, amiben nem hittem. Ez a mai napig is így van, nem szeretek olyat csinálni, mert nem hiszek. És ez már gyerekkorban nekem lejött. Na jó, de hát az ember, hogy is mondjam, hogy dönti el kisiskolás korában, hogy miben hiszek, miben nem? Ami leköti a figyelmét, arra tud figyelni. Értem, tehát ami nem kötött el. Nem kötött el, nem tudtam figyelni, képtelen voltam, hiába hallottam. Na mi volt az, ami lekötötte akkor? Milyen tantárgy? Tantárgyak? Szerettem a törét, szerettem a földrajzot, azok nagyon, szerettem a biológiát. Uh-huh. Tehát azért volt pár. Szerettem a technikát, tesít természetesen, uh-huh. Ugye a sportrivén azt nagyon, tehát voltak olyan dolgok, amiket szerettem. Innentől kezdve már mindig a
pedellus, vagy úgymond a tanárom volt, hogy én mennyire voltam jó benne, mert hogyha azt akarta belőlem kihozni, hogy jól legyek, akkor ki tudta, de hogyha nem akarta, akkor abban sem tudtam igazából nagyon kiemelkedő lenni. Hát azért, mert gondolom, az előbb már említettek miatt, hogy törődtél a tanárokkal is azért. Igen. Igyekeztél, tehát azért ott is, igen, meg ott a kölcsönkenyér visszajár. Igen, innen is üzenem, hogy szánom bánom minden bűnöm. Tényleg nekem nagyon sokat jelentettek, mert megpróbált nekem minden tanár gyakorlatilag azt mondom pozitívan hozzá, de hát ugye az mindig két ember kell, és hogyha én nem voltam néha alkalmas, akkor megértettem, hogy miért vagyok éppen kipécizve az osztályba. Volt olyan tanár, akitől felnőttként kértél bocsánatot, hogy milyen voltál gyerekkorodban vele? Nem nagyon találkoztam. Talán rajztanárom Tabi Erzsike nénivel találkoztam egyszer, meg talán Gurcsó Ildikó nénivel bent a nyíregyházi kávéházban, és ott azért beszélgettünk egy-két ilyen dologról. De úgy azért eltávolodtam én nagyon más irányba. Szerintem egy idő után már ugye a másik oldalról, a tanári oldalról is elég megközelíthetetlennek tűnt ez az egész dolog, amit itt csinálunk. Tehát én azt gondolom, hogy talán ennek ez az oka, meg hát nem jártunk utána már össze. Hát igen, gondolom örültél, megszabadultál attól a közektől, de aztán középiskolában még ide mentél, ugye? Legalábbis itt kezdted, bár igen, amikor így előzetesen beszélgetünk, igen, kalandos középiskolai, igen, pályád vagy múltad van. Szóval itt kezdted. Igen. Miért itt kezdted? Itt pingpongoz, asztali teniszeztél már akkor, ugye? Hát akkor lettem serdülő, ugye, amikor itt kezdtem, tehát ez a 14 kellett, hogy legyél legalább. Igen. Tehát ez a 14, és Serdülőben azért egész jól tudtam még innen Nyírbátorból az asztali teniszt fejlődésemet. Hány éves nem csak én, hanem még inkább apa, tehát most mondom azt, hogy inkább apa irányított ő azért akkor engem, és akkor még úgy ítéltük meg, hogy ez még most itt elég Nyírbátorban. Hány éves voltál, amikor ütött, nyomott édesapád a kezedbe? Egyáltalán ő volt az? Ő volt az. Hát én testi adottságban egy kicsit elhízott gyerek voltam. Nem azt mondom, hogy elhízott, tényleg, de jó húsba voltam gyerekként, igen. És ő azért nagyon kis vékony apa volt, meg is nagyon szerette a sportot is, és azt nagyon nem szerette volna, hogyha én egy elhízott kis gömböc kis gyerek vagyok. És ez volt a fő motiváció, hogy nekem sport. Nekem a sport, és hát... Nem akarját zárt előled? Nem, rendes volt. Nem szerettél lenni? Nagyon, én most is imádok. Hát egy jó vendéglős, szeres. Vendéglátós. Aha, nem szeret enni, szerintem az tudja jól csinálni. Hát igen, az te mondjuk jó reklámja vagy a cégnek, igen, ezek szerint, ugye? Nem eszem sokat, de nagyon megválogatom most már. Majd beszélünk erről is, de szóval akkor azt mondta Titi bácsi, hogy tessék, édesapát, hogy itt van az ütő, vagy valami, igen, egyből a pintó? Ütőasztal, igen. Ja, kész, nem volt mese. Azt lehetett otthon is. Így van. Tényleg? Lehetett. Igen, a legfelső szobában volt berendezve a pingpong szoba, és addig, ameddig az edzést el nem végeztem, addig azért nem csinálhattam azt, amit akartam. Ő volt az edző otthon? Ő. Komolyan? Szigorú edző volt? Köztük. Nagyon. Komolyan? Nem, én még tudod, nem szeretem a korlátokat, tehát ez nekem az büntetés. Nekem az első időben a pingpong az büntetés volt. Aha. Úgy éreztem. És azt meddig érezted így? Hány éves korodik? Addig talán, ameddig ki nem mozdultunk, ugye a szobából, akkor ugye a... De addig már sokan nem is játszottál, csak vele? A Bónival kezdtünk el. Az elején nem. Tehát az elején az első időben ő volt az, akivel játszottam. Oda hívott néhány, talán barátom és társam is volt ott, de azért az elején szinte csak ő volt. Ez őrület lehet. 95%-ban szerintem csak vele. És baromi szigorú volt. Igen. De viszont szigorú, de türelmes. Aha. Tehát azért nálunk amúgy is a türelem szerintem családban az elég magad. Ő játszott azon, vagy ő tudott azon a szinten segíteni rajtad, tehát besegíteni ebbe a sportágba, hogy jó alapokat rakjon le? Igen, mert hogy egyrészt ugye autodidakta módon sokat tanult azért az asztali teniszről, tehát sokat foglalkozott már akkor is a edzői vonala, hogy hogyan kell egy játékost faragni egy
gyerekből, vagy akár egy felnőttből is faragni kellett. A másik meg az, hogy azért ő a, hát ugye akkor még ott dolgozott a vasútnál, és ott a vasútnál ott volt lehetőség neki, hogy pingpongozzon. Uh-huh. Ott voltak neki társak bent, cégben munkatársai, akivel tudott játszani, és akkor ott ugye fejlődött, aztán hazahozta a tudást, és azt nekem megmutatta. És továbbadta. Igen. Beléd verte. Nem volt azért, nem, hogy... Nem kellett verni. Kaptam atyai pofonokat. Komolyan? Kaptam, és a pingpong miatt, igen. Tényleg? Igen. Mit kellett az elkövetni, hogy a pingpong miatt kapja egy atyai füles? A hiszti. Aha. Arra hajlamos voltál. Igen, hát... Gondoltad, hogy hát a megszabadulsz ettől az egésztől. Igen. Így nem, utólag azért úgy érzed, hogy nem volt az baj, hogy nem szabadultál meg, nem? Nem, nekem az asztali tenisz egy nagyon jó alap volt mindenféle területen az életemnek. Na tehát akkor összepakolt a kezdetet, és aztán vitt az egyesülethez? Igen, akkor kezdtük a BSC-t, ugye a Bóniba jártunk, mi Barta Pista bácsihoz, az volt az első vonal, hogy ott mentünk, és akkor ott... Ekkor hány éves voltál? 9. 9. És akkor 9-10-11, ugye ott nyomtad. Igen, Barta Pista bácsi vonala, ott igen, ott már ugye a Györfi Tibi bejött a csapatba, Pap Berci, most a Mária Pócsi polgármester. És mikor jöttek az első eredmények, a versenyek? Újoncba az első évben még nem volt szinte semmilyen eredmény, bár akkor már elvitt országos versenyre. Szerintem az korai is volt, nem voltam még. Akkor még 12 éves? Én ügyesebb voltam, mint az átlag szerintem. Biztos, hát ha NB1-es lettél ügyesebb voltam, viszont a mentálisan én nagyon nehezen viseltem mind a kudarcot, mind a vereséget, mind a kényszert. És hisztél, amikor nekem bele kellett el. Én nagyon tudtam. Komolyan? Én nagyon, nagyon. Aha. Én nem szerettem, mai napig se szeretek veszíteni. Hát én akkor inkább elfordulok attól a dologtól. Nem egy mazohista típus nem. vagy. Nem. Lehet, hogy szerencsé. Na, de most ez a kérdés több melóra sarkal ez, hogy ne veszíts, vagy inkább feladom, ott hagyom. Hát nem itt szoktam, nem hagytad ott. Nem szoktam feladni. Mert ott hagytad volna te magadtól, nem, hogyha nincs édesapád? Lehet. Ezt nem tudom. Ezt nehéz megítélni, mert annyira erős volt a kötődésem egyébként hozzá is, magához az asztali teniszhez is, tehát kialakult egy kötődés. Azért ennek a negatívumoknak azért nagyon sok pozitívuma is volt, tehát akár ugye a gyerekkori társak, vagy osztálytársak előtt, ugye azért én ezáltal azért voltam, azért valaki. Így van, tehát hogy azért én Pestre jártam már gyerekkoromban, oda jártam edzőtáborba, jártam az országos versenyeken, tehát ennek azért rengeteg előnye is volt az életemben. Uh-huh. És? Na, és mondod, hogy újoncként nem, aztán jött egy váltás, vagy valami fordulat az életedben. Igen, az utolsó éves újoncban már kezdtem jól lenni. Akkor kezdtem már jól lenni, amikor már bevettek a csapatba, a felnőtt csapatba. Ugye egy... Hány éves voltál akkor? 12-13? 12. Ott a megyei jegybe. A megyei jegybe, igen. Igen. És ott eredményes volt? Aztán megye 2 volt először, megye 1, talán megye 1. Hát mindig kellett, tudod, akkor még egy ifi, vagy egy fiatal, 18 év alatti a csapatba. Hát te nagyon az voltál. És ugye én voltam ott a fiatal a csapatban, aki a legjobb volt, és ugye így bekerültem a megye 1-es csapatba, meg utána az NB3-as csapatba, és az nekem az nagyon jó volt, mert hogy... Azért egy országos versenyen újoncként, újoncokkal a saját korosztálya játszol, és nagyon sokat fejlődtem azzal, hogy én felnőtt korosztályon játszottam. Tehát attól lettem én igazából jó, hogy felnőttek edzettek engem, nagyobbakkal játszottam, és ezért hozzá voltam szokva egy erősebb
ütéshez, vagy egy felnőttesebb gondolkodáshoz, tehát ugye azt veszed át, azt tanulod meg, ami aztán előny egy hasonló korosztályú játékossal szemben. Itt úgy közvetlenül kérdezem, mennyi volt benned egyébként szerinted? Kifutottad a pályádat asztali teniszben, vagy lett volna ebben még több is? Volt egy időszak, amikor ugye végeztem a gimivel, tehát igazából amikor ugye elmentem Miskolc után, hogy esetleg kimegyek a Karsainhoz Ausztriába. Talán, hogyha ott, akkor úgy döntök, hogy megpróbálom ezt a vonalat vinni, és akkor Ausztria, és arrafelé. Ott kezdődött el, hogy a magyarok elmentek, ugye a fiatalok, és ugye ott azért Ausztriában mások voltak a lehetőségek. Hát meg ugye a karsai világbajnokot csinált, Slágerből? Igen. Tehát igen. Azért nem akárkiről beszélünk. Persze, hát mi voltunk ott, innen a Estadban állunk, ugye voltunk ott edzőtáborban, és játszottunk ott edzőmeccset. Tehát ugye én voltam kint. Talán az maradt meg bennem, hogy ott, hogyha tovább lépek, akkor lehetett volna belőlem több. De, mint említettem, nekem azért fiatalon mindig a korosztályhoz képest nem volt olyan koncentrált figyelmem. Tehát én nem tudtam annyira felvenni, mondjuk, mint a majoros Pence. Tehát közel sem voltam olyan tudatos. Uh-huh. És ez a tudatosság a pingpongban nagyon-nagyon nagy választó. Te élvezted a játékot? Volt időszak, igen, hogy nagyon élveztem. Tehát most ezt direkt ebben az összefüggésben kérdezem, hogy csak élvezed a játékot, és tudod, hát az egyik legnagyobb tehetség Faházi volt, uh-huh. aki hát inkább elszórakozta az életét, aha. miközben bármi lehetett volna uh-huh. belőle. Hát az, így kérdeztem én ezt, hogy élvezted, szóval szerettél játszani? Élveztem nagyon, tehát nekem, de nekem örömet okozott az asztali tenisz, de én nagyon sok minden mást is élveztem még az életben. És közben is? Tehát amikor, ja, igen, vagy, közben is. Mikor NB1-es voltál, azért érted a szokásos... A klasszik, igen, a klasszik nyírbátori akkori vonalat. Hát tényleg? Vannak, akik ezt ezért tudják nagyon jó, hogy milyen volt ugye az a... Tehát a sportszerű életmódod az... 80-as évek, 90-es évek elején nyírbátora azért az egy nagyon jó kis társasági élet volt. És te annak oszlopos. Az Emo klubbal és társaival. És te ott voltál. Én nagyon. Én minden buliba szerettem volna ott lenni. Apa sokszor nem engedett el. Aha, és azt mondta, hogy másnap verseny van. És akkor mi volt olyankor otthon? Nem volt azért anyázás, meg ilyenek? Nem, akkor büntettem őt is, magamat is. És ott lesz mit jelent, csak egy mondatot erről. Nem játszottam olyan jól, mint kellett volna. Tényleg? Jó, oké. Megmutattad, hogy tessék, hiába igen. maradtál otthon, akkor is tudsz rosszul játszani. Igen. Mennyire jobban járt volna mindenki, ez nem így van. Jó, eljöttél ide gimibe, közben meglődött a karriered, a pingpong karriered is, és aztán mondtad, soroltad nekem, hogy itt kezdtél, vagy két évet itt jártál, vagy másfél évet. Másfél évet jártam. Igen, aztán innen Miskolcra kerültél. Igen. Mert ott Miskolcon egy csapat hívott? Igen, igen. Ott milyen osztályú csapat volt akkor? Ott NB1 volt, ott a MIMTE volt akkor Miskolcon, és ott volt a felnőtt csapat, ugye a nagy csapat, ők NB1 átjátszottak. És akkor hívtak téged? Ott játszottál már abban a csapatban? Nem, én ott NB1-et még nem játszottam. Ott igazából a ifista voltam, tehát ott ugye az ifjúsági időszakom eleje volt. Az jó döntés volt, hogy elmentél Miskolcra? Így utólag visszagondolva, igen. Uh-huh. Akkor nem feltétlenül volt jó döntés, mert... Az nem a te döntésed volt ezek szerint? De az én döntésem volt, csak kiestem egy védőhálóból, aha. és lehet, hogy túl korán. Tehát akkor én úgy éreztem, hogy egy kicsit egyrésztről jó, másrésztről meg azért sok olyan pofont kaptam én Miskolcon. Miskolcom úgyis akkor egy elég különleges város volt, hogy így fogalmazzak. És én ott bekerültem egy kollégiumba, ott nem igazából találtam magamat. Szóval nem élvezted a Miskolci életet? Az első évben nem. Utána viszont már igen. Hát jó, de nem sokáig voltál Miskolcon sem. Nem, mert nem. Onnan meg hova? Debrecenbe kerültél? Igen.
De Debrecenben szintén volt egy előrelépési lehetőség, azt a teniszben, vagy mi? Igazából Debrecenben ugye én úgy kerültem be, hogy az volt a negyedik osztály, a gimi, amit végeztem, és azt én már estén csináltam. Ez két dolog miatt csináltam az estét, egyrészt azért, mert akkoriban nagyon sokat kellett már foglalkozni a vállalkozással, sokat kellett segíteni, és ez volt az egyik része, hogy akkor én sokat dolgoztam már bent anyáikkal. Uh-huh. A másik része meg az volt, hogy egy kicsit közelebb volt, mint Miskolc. Ugye Miskolcon már nem volt olyan karrier lehetőség előttem asztali teniszben, mint egyébként azt gondoltuk volna, hogy jó. És úgy döntöttünk, hogy akkor legyen egy Debrecen, ahol Debrecenben is szintén jó csapat volt, hogy akkor Pap Dezső volt az edző, akkor csapatbajnokin nagyon sokat voltunk, ugye több csapat is volt Debrecenben, kezdve a Biogától, akkor ott volt az egyetemi csapat. Első osztályi csapat volt? MB2 volt, MB2-es csapat volt. És igazából ugye a társaság miatt oda kerültem, volt ott egy lakásunk, tehát ugye mivel önálló voltam már Miskolc után, meg hát amúgy is egyedül jártam azért 16 éves koromtól már ugye a versenyekre. Tehát igazából én tök önálló embernek éreztem magam, aki azt gondolta, hogy nem kell nekem egy nappali iskola, nekem jó lesz egy ilyen esti iskola, és egy esti iskolában megcsinálom, és közben nekem mindenre lesz időm. Tehát kvázi kivettem magam, mint magántanuló. Aha. És végül hol érettségiztél? Debrecenben, vagy itt a szomszédban? Debrecenben ugye a Tóth Árpádban jártam, ott ugye egy esti osztályban csináltam végig a negyediket, aztán nem ott érettségiztem, mert az érettségére, hát ez egy elég érdekes sztori volt, mindegy, ebben nem menjünk bele. Az volt a lényeg, hogy az osztály nagy része nem tudott érettségizni. Tehát nem engedték. Volt ott két meghatározó jellemvonású tanárúri ember, aki úgy döntött, hogy nem. És aztán pót érettségére mehettem volna, de hát én meg úgy voltam vele, hogy akkor én most már nem. Most már azért sem. És akkor nem mentem, és akkor én nem mentem el pót érettségizni, hanem akkor én mondtam apának, hogy akkor keresünk egy másik iskolát, ahol én majd akkor leérettségizem, de közben én szeretnék katona lenni, én azt szeretném letudni. És akkor még ugye a pingpong, katonaság, meg még ugye ezt az iskolát akkor meg tudtam csinálni Mátészalkán, és igazából egy év alatt én így plusz egy év alatt, de ott végeztem el Mátészalkán. Volt egy fél mondat, hogy nagyon szerettél volna katona lenni. Igen. Tudom, te tulajdonképpen kölyök korodban bevonultál katonáknak, és kérted, hogy vigyenek el katonának? De igen. Miért? Nagyon szerettem volna letudni. Igen, a katonaságot. De maga a katonaság engem nem vonzott. Engem az vonzott, hogy én nem akartam ketté törni az én, hát a magamba felépített karrieremet, amit én szeretnék csinálni. És én szerettem volna letudni. Leérettségiztél és elmentél katonának? Igen. Tehát ez sikerült? Nem. Érettsége az ugye, ez egy éve később volt. Elővették katona. Igen. Tehát 18 éves korodban elmentél katonának? Igen. Igen. Hát 18-at betöltöttem augusztus 14-én, és 28-án bevonultam. Hogy bevigyenek. Kérni kellett? Igen. Bementem, akkor még a régi Damjanics laktanyába volt a sorozás, és akkor én kértem. És én kértem, hogy én szeretném. Szeretnék bevonulni, és szeretném letenni. Roppant messze elvittek, ugye? Mert ide Nyírbátorba sikerült. Igen. Tehát te tulajdonképpen határőr igen. lennél. Tisztes volt, a őrvezetőként szereltem, igen. Komolyan? Hát igen. Komoly karriert futottál be. Nagyon. De úgy karriert. Tudom, hogy azért ezt sem vitted végig. Nem vittem végig. Mennyi ideig sikerült katonáskodnod, vagy határőrködnöd? Letettem az őrvezetői vizsgát, és utána olyan mondtam, hogy akkor... Hát, magadnak nem, mondtad, úgy magamnak elegem van ebből? Szerintem ezt kimaxoltam, tehát nem akarok innen tovább menni, vagy nem nagyon szeretnék. Aztán közben jött egy egészségügyi probléma is, és így akkor gyakorlatilag ezt úgy megtudtuk. Sikerült ezt meglovagolni, ezt az egészségügyi igen. problémát, és leszereltek. Hány hónap után? Igen, 3,5.
4 hónap, tehát januárban szereltem, augusztusban vonultam, és januárban szereltem. Tehát a katonaság kipipálva. Igen. Ez már nem töri ketté a karrieredet. Mondjuk egy vicces dolognak tűnik így számomra, hogy egészségügyi problémával leszerelsz, aztán NB1-es asztali teniszező. Igen, abban az évben az voltam. Mert... Igen, hát szóval ez egy elég vicces. De, na és akkor itt párhuzamosítsuk a dolgokat. Ekkor katona vagy, leszerelsz, 18, egy kicsi vagy, NB1-es játékos, és közben indítasz egy vállalkozást, ha jól tudom. Igen. Mert ekkor indítod az első vállalkozást. Leszereltem januárba, és júniusban nyitottuk az üzletet. A sportboltot. Tehát csináltál egy sportboltot. Igen. Hát mondjuk nem nehéz rájönni, hogy miért sportboltot, tehát ott mozogtál abban a közegben, abban láttál valami rációt. Volt benne igazi üzleti ráció? Én hittem benne, igen. A 18 éves korodban te mennyire ismerhetted a piacot? Hát annyira, amennyire említettem, hogy 12 éves koromban már bőven fagylaltot árultam. Hát jó, de a fagyi piac azért az nem ugyanaz a piac, hogy te a strandon árulod a fagyit. Oké, értem én. De ha jó fagyit gyártatok, akkor az elfogy. Ha az elvét megtanulod az üzletnek, az mindenhol működik. Na, mit hoz egy fagyi árosítás üzleti elvből? Erre úgy kíváncsi lennék, mert akkor én is beszállnék. Hát szerintem a legfőbb az, hogy megtanulsz bánni az emberekkel. Aha. És onnantól kezdve megtanultál bánni az emberekkel, onnantól kezdve el is tudsz nekik adni, meg venni is tudsz tőlük. Te jó pofa fagyjáros voltál? Vagy milyen? Nem gondolom, tehát, hogy tehát hogy? Na, szerettek. Mondj nem? Nekem egy fogást, amit alkalmaztál fagyjárosként. Hogyha volt ilyen. Hát túl azon, hogy jó fagyit kell árulni. Szívesen megkóstoltam. És megmondtam, hogy milyen az íze. Aha. Ennek jó íze van. Aha, és akkor így passzolt. Persze, tehát aha. Hogyha te szeretted, akkor valószínűleg, ha te megeszed, akkor az valószínűleg más is. Egyébként tényleg szeretted a fagyit? Szerettem, bár nagyon nem vagyok édesség vonalas. Uh-huh. Tehát nem a fagyi vonz ebben. Na szóval megtanulta 11-12 éves korodtól kezdve dolgoztál, a vállalkozásban is segítettél, és 18 éves korodra úgy érezted, hogy akkor majd most te megmutatod. Igaz? Igen, akkor már nagyon szerettem volna bizonyítani. Kinek akartál bizonyítani? Magadnak, szüleimnek? Elsősorban a szüleimnek. Nekem mindig a szüleim előtti bizonyítás. De miért ők ezt elvárták tőled, hogy bizonyíts, vagy csak te gondoltad úgy? Vagy nem. Azt mondták, hogy sosem viszed semmire? És nem, akkor... azt általában az ismerősök mondták. Tényleg? Mondták? Persze. De ez milyen apropó volt? Irítség. Ez tiszta irítség. Hogy sose viszed semmire? Persze, mert hogy általában akkor... Hogy apádékból élsz, gondolom. Nézd, akkor... abban az időszakban nagyon sok vállalkozó, nem sok, de azért vállalkozók indultak. Uh-huh. Sokféle területen, mindegy, hogy most autószerelésről beszélünk. Mikor ez a 90-es évekről beszélünk? Igen, igen. És ugye ott általában ugye az volt a példa, hogy a szülők ugye nem tudták megfogni a gyerekeket. Uh-huh. Tehát elmentek viszonylag rossz irányba, ugye egy vállalkozó szülő, több teljesen pénz volt, másképpen más lehetőségek. Több pénz van, bele tudott nyúlni akár a családi kasszába, megvehetett magának ezt, azt is van. Nálunk ez nagyon nem így volt, tehát én nem ezt a példát szerettem volna követni. De nem is tudtad volna, én is nem? Szerettem volna persze a lányoknak, meg a társaimnak imponálni azzal, hogy nekem több van. De, és több volt egyébként neked? Tehát úgy konkrétan? Nem, szerintem nekem az elején kevesebb volt, mint egy egyszerű tanárgyerekének. Uh-huh. Világos, tehát odafigyeltek rá, oda, hogy nem kapottak el. Jó, tehát akkor akartál bizonyítani? Igen. Igen, tehát elsősorban nekik szerettem volna bizonyítani. Aztán elég korán megismertem a feleségemet, és nekem egy nagyon jó támasz volt ebben. Tehát ő azért engem nagyon sokszor megtartott és elengedett a fiatalkori vadságomba. Mit jelent a vadság kifejezés most itt? Tehát mi, egy konkrétumot tudsz mondani? Hogy... Hát ez a, amikor mondjuk... Vadul bulizok vagy? Igen, mondjuk elmegyek és mondjuk azt gondolom, hogy mondjuk tudom én, nem... Kettőre ígérem, hogy hazamegyek, aztán utána még 4 órakor mondjuk még mindig nem akarok hazamenni, akkor mondjuk ő adott egy tartást, azt mondta, hogy most menjünk haza, mert azt ígértett, hogy menjünk haza. Előtte nem mentem haza, viszont utána azért
ő miatt úgymond hazamentem. Tehát többször volt esetleg olyan, hogy onnantól kezdve az ígéreteimet, amit tettem, azokat sokkal inkább betartottam, mint addig. Tehát nekem a szüleimmel ezzel azért sok konfliktusom volt, hogy megértem valamit, de tudtam, hogy nem fogom megtartani. Meg nem tudtad is? Persze. Azt hittem, hogy legalább a szándék benned volt, hogy megpróbálod megtartani. Meg nem is nagyon akartam, és ezért ezért sokszor konfliktus helyzetet. És akkor az akkori kedvesed, aki később feleséged lett, ő kihozta belőled a jót. Igen, úgy elkezdett kijönni belőlem azt, hogy akkor fel kell most már lassan nőni, aztán ez persze évek alatt, de azért sikerült felnőni. Na, de akkor volt sikerélményed ebben a vállalkozásban, az elsőben ebben a sport? Volt, nagyon megtanított. Akkor jöttek be azok az új szellemiségű vállalkozás segítő dolgok, amik ugye bejöttek a nyugati országokból, tehát Ausztriából, Németországból, ezekből. És én sokat táplálkoztam ebből már. Mit? Sokkal inkább foglalkoztak akkor a vállalkozásban már a mentális szerepével, hogy egy vállalkozónak milyennek kell lenni. És voltak ilyen tanfolyamok. Ezt igazából a biztosítók kezdték. Volt is egy biztosítási időszakom, amikor kb. 10 hónapig dolgoztam egy biztosítónál. Meg akartam tanulni azt, hogy hogyan lehet jól eladni valamit. Aha. És ugye azt ott tudtam meg tanulni, ez akkor az MVI biztosító volt, és Budapesten. Aha. Anyának volt egy ismerőse, aki oda engem bevitt, és én sokat tanultam ebből a nyugati módszerből. Aztán utána rájöttek, hogy igazából én ezt nem akarok eladni, tehát én csak tanulni akarok. Aztán utána, igen, lopom a módszert, aztán utána. Utána már nem volt, nem akartam én biztosítós lenni. Tehát... Na szóval itt van ez a sportvállalkozás, ami mennyi ideig működött? Ez összesen egy évig. Hát akkor ebből te, hogy is mondjam, nem gazdagodtál meg? Nem, ez bukó volt. De sokat buktad? Vagy buktál, vagy buktatok? Hát akkori szemmel nézve igen. És akkor... Azt mondták otthon, hogy ez a tanuló pénz, akkor most megtanultad? Hát tulajdonképpen igen, eljátszottam az ingatlan örökségem, amit kaptam, mert ugye azt eladtuk, és akkor abból csináltam a vállalkozást. Ja, hogy te finanszíroztad az örökségedből, hát, mondjuk így? Igen. Aha. Tehát ez volt az. Lehet, hogy azért egy kicsit színesíteni ezt, hogyha édesapádat is megkérdeznénk erről, de mondjuk nagyjából te nagyjából elpasszoltad. Igen, tehát volt egy ingatlan, amit eladtunk, és akkor azt az ingatlannak az értékét beleraktuk a vállalkozásba, abból megcsináltuk az épületet, abból megvettük az árukészletet, és ugye mivel nem tudtam, hogy csináljuk, mert nem voltam kellő ismeretanyag birtokában. Hát még elég gyerek volt, tehát valljuk be felfelesen. Ezen a területen, tehát hogy magához, a fagylalthoz kezdtem érteni, a süteményt tudtam én sok mindent. De azért, igen, csak hát ez de nem azért, az. De hát önállóan saját kútfőből, Nyírbátorban egy kisvárosban elkezdeni egy olyan vállalkozást, ami akkor nem volt, tehát akkor volt az Áfészben az áruház, és akkor ott volt esetleg egy-két, mint tudom, egy gumikötél, vagy valami, amit lehetett, meg egy-két olyan ruhanemű. Én meg ugye felmentem Budapestre, megnéztem, hogy mik a legjobb ruhamáskák, amiben lehet, és hoztam a Kielteket, hoztam az Adidast. Csak hát ez árban is olyan. Megpróbáltam ugye egy magasabb színvonalra helyezni a nyírbátori ugye ruházatot. Nem ment, és nem is igazából az üzlet volt ebben a nagyon nagy tanulság, hanem az, hogy én abban az évben én teljesen körüljártam a megye összes általános iskoláját, és én bementem az összes igazgatóhoz, vagy testnevelő tanárhoz, csináltam egy katalógust, és én megpróbáltam eladni ezeket a sportszereket. Tehát nagyker akartál lenni, ugye? Így van, és fönt Pesten összejöttem azzal a 2-3 gyártóval, aki mondjuk bőrlabdákat gyártott, ez konkrétan mondjuk a Váci Büntetésvégrehajtási Intézetben gyártották akkor, én oda bementem, ott beszéltem saját az igazgatóval, legyártattam saját magam
adnak a labdákat, hogy nekem majd ez jó lesz, én ezeket fogom vinni, akár fel is lehetett volna logózni az iskola nevére, de nekem voltak ilyen nagyon jó... Tehát menő, mondom, előre mutató dolgok. Akkor ötleteim, és én tényleg ebben nagyon... És miért nem jött ez be? Most igazából, nem volt rá idő, hogyha azt mondom, hogy a külső környezet megváltozott, mert ugye onnantól kezdve, ugye akkor jöttek be, hogy lehetett már közvetlenül rendelni a gyártóktól, és ugye egy olyan kis pici pontot, mint én, ki lehetett hagyni. Tehát ugye meg lehetett találni már azt, és ők is elkezdtek kiszállítani, tehát akkor, amikor én kezdtem, még nem volt kiszállítást, egy év múlva meg már 4-5 cég is kiszállított erről a területre. Kész. Tehát egyrésztről ez volt az oka, a másik oka az meg az anyagi forrás. Tehát akkor, ugye nekem 19 évesen a vendéglátásban láttam, hogy mennyi potenciál van gazdaságilag, meg láttam ezt is. És a kettő nagyon nem volt pariban. Világos. Bezártad, vagy eladtad? Nem, azt csak bezárni lehetett, mert ugye az ott épült meg a mostani csekő. Világos. Jó, tehát akkor bezártad. Be. És akkor visszamentél a családi vállalkozáshoz. Nem. Tehát még akkor nem? Nem. Tehát én közben egyébként folyamatosan segítettem anyának, tehát amikor ők elmentek pihenni akármi, akkor én vittem ugye az üzletet. Ugye akkor Linda volt mellettem, tehát Lindával együtt mi sokszor volt az, hogy anyáik elmentek nyaralni, és akkor mi vittük az üzletet, én azért kaptam pénzt. Ha dolgoztam, kaptam pénzt, pingpongja, pici pénzt kaptam, tehát mindenből volt egy kis pénz, amit úgy tudtam gyűjtögetni. És amikor én eldöntöttem, hogy bezárom a sportboltot, akkor én már előtte én tudtam, hogy én éttermet szeretnék csinálni a helyén. A sportbolt helyén. Igen, a sportbolt helyén. És akkor volt az, hogy... Mert addig a csekő cukrászda volt, ugye? Fagyizó és sütemény? Fagylalt, akkor már volt a sütemény. Sok minden történés volt, tehát amikor ugye rögtön végeztem a suliba, csináltam a sportboltot, én közben Debrecenben jártam, Vinkertbe, Kerr vendéglátó cukrász, szakács végzettséget ott akkor megszereztem. Tehát akkor felszolgáló te vagy most szakács és cukrász is? Ha az alapszakmámat tekintem, akkor igen, megvan a végzettség. Igen, tehát ezt megtanultad? Igen. Tehát miközben a sportbolt volt, én a vendéglátót, én azt csináltam, és ott jártam. Tehát az ott volt az agyadban, hogy előbb. Így van, tehát az nekem úgy gondoltam, hogy nekem azzal van feladatom. És ugye, és amikor elkezdtem csinálni a vendéglátót, akkor ugye anya mondta, hogy akkor a cukrászat, hogy az nagyon jó lenne a sütemény. És ugye akkor kezdtük el igazából mi a süteményt úgymond nagyobbat csinálni. És akkor jött be ugye a fagylalt mellé már az a nagy mennyiségű sütemény. Úgyhogy én valamilyen szinten ezt a cukrászatot akkor is csináltam, mert az elején meg pláne kellett csinálni. Na és közben azért ugye az asztal mellett is értél eredményeket, hát NBA-ben játszottatok egy jó darabig. Nyilván az egy sikeres dolognak számít, akárhogy is nézzük. Milyen jó csapat volt akkor ez a Nyír Bátori? Jó, az első NBA-1-es csapat az ugye a Dankó Tibi volt, a Szőlősi, a Báhidi, meg én, így játszottuk az első NBA-1-et. Így kerültünk föl NB2-ből NB1-be. És akkor ott volt egy év, ez nem NB1-A volt, mert akkor még kettő osztály volt az A, meg volt a B. De igazából nem sok különbség volt köztem, ugyanannyit kellett menni, tehát az ország másik végében volt. Sárvárra jártunk meg, Hévízre, meg Pécsre. Tehát, szóval beutaztátok az országot. Mert ugye azért, igen, tehát hogy sokat kellett menni. És az volt az első év, de ott az első évben kiestünk, utána megint volt egy emlékezetes év, és utána megint volt egy NB1-es év, az meg már Temesvárival volt. És de ugyanez a Szőlősi Báhidi csapat. Te ehhez amúgy mennyit edzettél hetente időben? Hát most már így nem is tudom, mikor fért bele, és mi? Hát igen. Nem sok időt hagytam a pihenésre abban az időben, az biztos.
Szerintem a heti 2-3-at tudtam edzeni, az olyan másfél-két óra hossza volt abban az időszakban. Ezek szerint? Arra elég, igen. És ugye hétvégén a meccsek. Uh-huh. Ha nagyon olyan volt, tehát mit tudom, egy feljutásra fel kellett készülni, azért akkor leedzettem a 4-5-öt. Tehát akkor lementem másfél-két óra hossz alatt. És csak úgy mellékesen kérdezem meg, hogy egy kis pufi gyerekként kerültél be, mondtad egy édesapád, és ekkor az milyen voltál? Hát összeszedtem magam. Na jó, térjünk már vissza a vállalkozáshoz is közben. Tehát akkor te megtanulod a cukrászat szakács mesterséget, ott van a fejedben az, hogy vendéglőt kellene nyitni, igen. De nem akármilyen vendéglőt akarsz te, hogyha én jól sejtem. Nem. Ehhez mi kellett még, hogy ez a vendéglői álom megvalósuljon? Hát egyrészt kitalálni, hogy mi az, ami Nyírbátorban még nincs. Hát, elég kevés dolog volt még akkor Nyírbátorban. Igen, azt akartam, ez nem volt olyan nehéz. Mi az, ami még nincs, mi az, ami bejön és mi az, ami illik ahhoz, amit mi csinálunk. Mi az az újdonság. Ugye én egy olyan, ugye nekem a szüleim is úgy kezdték, hogy olyat csináltak, ami még nem volt. Viszonyos mértékben könnyű elsőnek lenni abból a szempontból, hogy nincs még konkurencia, nem kell valakivel megküzdeni, hogy ez enyém jobb legyen, mint a tiéd, mert még csak akkor te vagy egyedül. Viszont ugye hátrány, hogy el kell fogadtatni egy környezettel azt, hogy az jó. Meg ki kell alakítani a szokást, hogy menjenek el a vendégbe. És én akkor ugye a sportrévén nagyon sok helyen jártam már, nem azt mondom, hogy a világban, de azért Európában több helyre eljutottunk, és nekem nagyon szimpatikus volt a mediterrán, az olasz életstílus, ezzel kapcsolatban az étkezés is, és ezért lett a pizza, mint újdonság, amit én úgy gondolom, hogy nekem ezzel dolgom van, és ebből lett az első pizzéria Nyírbátorban, úgyhogy én egy fél évet fönn voltam Budapesten, pingpongoztam közben természetesen, és jártam egy étterem, két étteremben dolgozni, és megtanultam a pizza készítést. Te hoztál közben? Ott is dolgoztam, igen. És megtanultad, hogy kell megtanultam, jó pizzát készíteni? Igen, megtanultam. Ma is tudnál egy jó pizzát készíteni? Azt gondolom, igen. Tehát azt megtanultad rendesen? Meg. Úgy gondoltad, hogy annyira megtanultad, vagy úgy gondoltad akkor, hogy ezt bevezetjük itt Nyírbátorban? Igen, azt gondoltam, hogy ez illene abba a vendéglátó szemléletbe, amit mi tudunk képviselni itt a városban. De ez a mi? Ez még a... Ez még a szüleimmel együtt, persze. És ezt közösen csináltatok az első? Nem. Ezt az első, a feleségemet csináltam a Lindával, az éttermet. Tehát ezt együtt hoztuk létre. Igen, ez teljesen külön vállalkozásként. Külön vállalkozás. Így van, és ez mellé van. A sportbot helyére került oda az étterem. Így van. Milyen volt, amikor megnyitottátok? Hát tehát ott kell ülni és várni a vendéget. Igen, tehát hogy mi úgy gondoltuk, vagy én úgy gondoltam, hogy elég lesz a pizza meg a tészta, vagy ezzel tökéletesen jól leszünk, mert hogy ez van. Aha. Aztán ugye rögtön az elején kiderült, hogy hát ez kevés, mert hát ugye ha valaki nem akar pizzát enni, akkor mit fogna? Na, akkor nem fogyott ugye... elég pizza ahhoz, hogy eltartsa? Nem volt, igen, akkor kicsi, még annyi. Kicsi volt, nem tudtuk, nem volt még akkor olyan marketing, hogy elérjünk itt azért mindenkit, meg hát meg kell szeretetni először a bevővel. És akkor bővítettük az étlapot, és onnantól kezdve már ugye voltak levesek, akkor már voltak frissen sültek. Akkor és hány emberrel indítottátok el? Ötten indultunk. Az ötből van még valaki meg? Ötten dolgoztunk. Nincsen, Katonénivel indultam, vadon Zoltánével. Hát Katonénő a 3-4 házzal lejjebb lakik. Nagynénémnek a rokonságában van benne, és vele dolgoztam igazából talán a legtovább, mert mit tudott Katonéni, hogy egyből az ő neve ugrott be? Hát igazából ő konyhán dolgozott, meg ugye volt némi előképzettsége, és ő ugye nekünk nagyon sokat segített fiataloknak. Azért az alapdolgokban, tehát hogy,
hogy azért egy higiéniai szempontból, vagy élelmezés tudományi szempontból is egy kicsit megvizsgáljuk a dolgokat. A konyhán dolgozott, tehát ő sok mindenhez értett. De igazából a legjobban ugye én azt szerettem menni, hogy ugye idősebb volt nálunk sokkal, és mégis gyakorlatilag pont olyan lelkes volt, mint mi. Uh-huh. Tehát a lelkesedése az volt, ami nagyon sokat segített. És mondd, a levesek, meg aztán nyilván a másodikok, azok meghozták a vendégeket is? Igen, aztán utána egyre többen jöttek. Utána volt egy kis pici terasz, amit már mellé tudtunk rakni, az ugye megint egy kis plusz volt. Hát itt szépen rakosgattuk össze a pázolt. De közben egyébként a Linda is még ugye tanár volt, tehát ugye ő tanított is Bélteken az iskolába, aztán ő is tanult még, mert közgáz főiskolát akkor végzett, természetgyógyászattal foglalkozott. Tehát ő sok mindent csinált, tehát nem az étteremben volt. Igazából az éttermet akkor legfőképpen én voltam a felszolgáló, én voltam a szakács, tehát én mindent tudtam csinálni. Szakács is voltál az saját éttermet? Persze. Aha. Hát, ha azt kellett csinálni. Mikor főztél utoljára? Tegnap. Tényleg? Igen. Mit? Egy zöld pesztós pennét, egy ilyen teljes örlésűvel, és vörös tonhalat. Megmaradt a full egészséges táplálkozás? Most már elkezdtem. Nekem időről időre mindig nagyon erős ez a vonalam. Legelőször 30 évesen, aztán utána 40, aztán most 47 volt az utolsó, és most megint van egy ilyen vonalam. Miért? De most valószínűleg ez most megmarad. Mert mi történik ilyenkor? Elégetem az erőforrásaimat. Újra kell töltődnem. Igen? Igen. Tehát megjönnek a vendégek. Van egy profilja az üzletnek, ez a mediterrán. Igen. És mikor lesz a kettőből egy? A étterem, a csekő kávéház, vagy a nem tudom, a fagyizó és cukrászdából egy. Aztán 2, 3, 4. 97-ben döntöttünk úgy, hogy már rá kellett költeni egy nagyobb összeget az üzletre. Főképpen ugye a cukrászdai részre, meg a fagyizó részre. És hát akkor, akik emlékeznek rá, ott még ugye a szociális helyiség választotta el ezt a két üzletet egymástól. Tehát kvázi át lehetett menni az egyikből a másikból, de a vécén keresztül, vagy kívülről. Tehát egy elég ilyen szerencsétlen megoldás volt. És ugye ott jött egy olyan helyzet, élethelyzetem, amikor ugye bebizonyította az élet, hogy ez így nem jó, hogy ugye egy törzs vendég, aki nagyon sokat járt a cukrászdába, és tudom, hogy napi szinten bejárt, egyszerűen nem tudatosult benne, hogy van ott egy étterem, és hát azért akkor a cukrászdának sokkal nagyobb forgalma volt, mint az étteremnek. És észre sem vették, hogy van egy. Igen, és akkor úgy döntöttem, hogy igazából ez így nem jó, és akkor megbeszéltem anyáikkal, hogy most innentől kezdve én azt gondolom, hogy az lenne jó, hogyha együtt lenne az egész, és egybe lenne. Egyből rából indultam? Nem. Hát igazából őszinte vagyok, mai napig nem bólítanak rá egyről egy dologra. Mi kell ahhoz, hogy elfogadják? Szerintem alapból arra születni kell, hogy te egyből elfogadj valamit, ha nem olyan vagy. És nem tudom, meg csak nem ilyenek. Nem. De, hogy mondjam, észérvek kellenek hozzá, hogy... Meg tudom őket győzni, persze, hát ezért idővel mindig sikerült meggyőznöm arról, hogy helyes, amit én gondolok. Persze volt olyan is, hogy rossz hibás döntést hoztam. Ugye sok olyan üzletet csináltunk, amit anyával közösen, ugye mi voltunk inkább... Nem véletlen, ugye, hogy mindig anyát említed. Igen, először. Ő volt az újító, ő neki bármit el tudtam adni, de gyakorlatilag az, hogy meg tudjuk csinálni, ez mindig apán keresztül vezetett az út. Tehát őt kellett végül eltalálni. Tulajdonképpen igen. Tehát meg anya tudta. Egyik azért nem működött a másik nélkül. És azért nekünk, mondjuk például voltak olyan hibás döntéseink, kis piacon csináltunk egy cukrászdát. Uh-huh. Volt kint is Anyika mellett, biztos sokan ismernek a
a piacos, ugye Halcsi Sanyi, ott a kocsma, a kocsma mellett volt egy cukrászda, tehát ilyen lépből kapott ötlet, hogy most egy, oda, ugye van egy minőséget csekő, van egy atmoszféra, amit megteremtünk, és majd egy utcával lejjebb mondjuk fog működni a piacon egy olyan környezetben, és el lehet ott adni a dolgokat. Ez egy hiba. Ez egy hibás döntés volt, meghoztuk ezt a döntést, de ezeket én azt gondolom, hogy az ember nagyon sok hibás döntés hoz az életébe, az a kérdés, hogy mikor fogja föl, hogy ez egy hibás döntés, és mennyire gyorsan tudja ezt elengedni, és mennyi kárt okozott benne. Neked nyilván volt egy-két hibás döntésed, ezt már ugye itt észrevettük, igen, és nyilván okoztál is kárt, leginkább magadnak, vagy másoknak is? Azt gondolom, anyagi kárt soha nem okoztam, csak magamnak. És ez vitt végül is oda, hogy ma te milyen, te hogy minősíted az eddigi életutat? Mondjuk vegyük ezt a vállalkozói részét a dolognak. Én sikeresnek gondolom azt, amit csinálok mind a mai napig, és nem csinálnám összességében másképpen. Nem? Persze mindig vannak pontok, amin azt mondom, hogy utólag már jobb lett volna így, de ez együtt jár. Tehát, hogy ez sosincs kész. Egy vállalkozói véna, én azt gondolom az emberben, az sosincs kész. Uh-huh. Úgy, mint egy vendéglátó üzlet például, sosincs kész. Ez mindig van mit fejleszteni, mindig van mit csinálni. Tud még előre menni a csekk ebben a formájában most? Ebben a formájában nem. De van még a fejedben valami ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne? Van értelme, vagy meg kell tartani? Most az is egy eredmény. Én a vendéglátásban most nem tartok gyakorlatilag ott, hogy még menjünk előre, most nem látom értelmét. Sikerült változtatni a vendéglátás kultúráján itt ebben a térségben szerinted? A csekővel? Mindenképpen, tehát ugye mi piacvezetők voltunk, éppen az adott területen azt gondolom, hogy mindenben. Talán pont ez a sokféleség az, ami az egyik legnagyobb buktató volt, hogy nem tudsz valamiben a legjobb lenni, hogyha sok mindent csinálsz. Tehát képtelen vagy rá. Nagyon nehéz összefogni egy ilyen rendszert, mint amit mi Mert ugye időközben lett Máté Szalkán, Nyíregyházán, Debrecenben. Igen, viszont eladó partnerek, akiknek beszállítasz, nagy cégek, akiknek beszállítasz, tehát a sokféleség. Legfőképpen alapvetően megváltozott az emberek hozzáállása, ugye az édesipari dolgokhoz más szemüvegen nézünk most már azért egy süteményre, vagy egy tortára, vagy egy fagylaltra. Kevesebbet fogyasztunk belőle. Miért? Azért, mert egészségesebben élünk, vagy azért, mert baromi drága? Azért is. Egyrészt természetesen ez egy prémium termék lett a piacon, az árából kifolyólag. Másrésztől pedig most már a második generáció nő föl, aki most már odáig ért, hogy fogyasztó, akik már sokkal tudatosabban táplálkoznak, és sokkal kevesebb ilyen jellegű terméket fogyasztanak. Ezt látom a saját gyerekeimen, de és vásárlókon is. Milyenkor ilyenkor a teendő? Amit lehet, azt még ki lehet belőle hozni úgy, hogy változtatsz a receptúrákon, változtatsz az üzenetén annak a terméknek, hogy az igazából mit üzen a vásárló részéről. Ugye bejött most már nagyon sokféle irányzat, amit lehet képviselni egy cukrászaton belül. Most beszéltünk egy paleóról, egy diabétesről, egy vegánról. És azt tudni kell egy ilyen cukrászatnak, mint a tietek? Mindet? Hát egyébként nem is működhetné, hogyha nem. Mert bemegy a vendég, nem kapja meg a laktózmentest. Akkor nem fog bejönni. De hát kell tudnod, nagyon nehéz felkészíteni egy olyan régi cukrásztermelőt. Legfőképpen ugye a munkatársaknak a gondolkodását nehéz az új felé elvinni, pláne az idősebb munkatársakért.
És ezt kitalálja ki ma? Mert ugye hát időközben nektek elváltak az útjaitok, ugye a Lindával, a többször emlegetett volt feleségettől, és mondtad, hogy azért sok mindenben közreműködött, segített, ötletei voltak. Ma már ezt minden egyedül? Vagy hogy van ez már? Nem. Ugye én elkezdtem rájöttem ugye nagyon hamar, hogy olyan 20-25 főig képes vagy egyedül ugye rendezni a vállalkozásodnak a sorait, aztán utána, amikor túlnősz, akkor egy csapatra van szükséged. Tehát jelen pillanatban azért most már van egy csapat. Vannak vezetők, akikkel együtt dolgozok, akár más városokban is, természetesen az üzleteknél, akivel ugye folyamatosan meetingelünk, megbeszéljük azokat a dolgokat, amiket változtat, amiben változnunk kell annak érdekében, hogy megmaradjon az a piaci pozíciónk, ahol most vagyunk. Tehát kell egy csapat. Ezt a csapatot fel kellett építeni, ez nagyon nehéz egyébként. Ehhez neked 100% között van, vagy mennyi között van? A csapatépítésben 100. Tehát ma már te vagy a csekőben a csekő? Igen. Tehát, hogyha önmagában azt nézzük, hogy hogyan kell menedzselni, vagy ki menedzsel gyakorlatilag egy üzletet, akkor igen. Tehát a döntéseim azok 100%-ban jelen pillanatban az én döntéseim. Úgy, hogy ugye nekem az öcsém sokáig nem volt benne a vállalkozásban. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van testvéred. Ő ugye építette a saját karrierjét, a saját dolgait. Valamennyire mindig ott volt, tehát sokat beszélgettünk azért a vállalkozás jelenlegi helyzetéről, de ő szándékosan nem akart bejönni. És most az elmúlt fél évben, egy évben most már sokat dolgozunk együtt. Ez jobb így, vagy nekem most könnyebb. Könnyebb? Nekem most könnyebb. Milyen az együttműködés? A Gáborral alapvetően szerintem összenőttünk most már annyira egymáshoz. Nagyon sok idő kellett, míg mi összenövünk egymáshoz, de... Vagy 40 év? Hát igen. Sok idő kellett. Igen. Tehát most azt gondolom, hogy ha van még bennünk közösen egy mondjuk jó 5 év. Igen. Tehát lehet egy jó 5 évünk még most ketten közösen. Miért csak? Amikor a vállalkozást... Mert alapvetően annyira tervezünk mindketten. Aha, és aztán majd kiderül, és mi lesz akkor. Igen. És azt látom, hogy édesapád ott szokott ebédelni. Eszi a húslevesét. Igen, jól főzünk. Igen, de ő már nem folyik bele ezekben a napi dolgokban? Nem. Operatívan. Nekem a szüleim operatívan igazából 2000 óta már nem folynak bele. Tehát az, hogy mi 2000 után hol nyitottunk üzletet, milyen üzletet, az hogy nézen ki, milyen emberek dolgoznak benne, nem voltak benne. Uh-huh. Akkor elmondhatod, hogy olyanná formáltad ezt az egészet, amilyenre szeretted volna? Ez most olyan. A maga jóságával és rosszságával, mert azért én látom benne a hibákat. Aha, hát azt most arról nem foglak kérdezni, mert nyilvánvalóan. Tehát 5 évet tervezel előre. Az utolsó részénél vagyunk mostan tényleg 2-3 perc. Bevonod a gyerekeket? Igyekeztem, de nem értek meg rá, hogy a vállalkozás részei legyenek. Egyrészt kincsünk még, ugye most 18. Döntött úgy, hogy 18, végzett a suliba, az Ötvösben, Nyíregyházán. Hát és most fog pedig menni közgáz egyetemre, Debrecenbe, tehát neki azért 4-5 év. Világos. A Dani, ő jelen pillanatban Nyíregyházán dolgozik, a Nyíregyházi üzletben. Ami levált tőletek, ugye? Igen, csak megtartotta a nevet. Igen, megvan a név, beszállítom természetes üteményt. Tehát ő a volt feleséged. Igen. Tehát mi üzleti kapcsolatban vagyunk, tehát ebből a szempontból nem váltak el az útjaink, tehát üzletileg napi szinten. Csak már a tulajdon tartjuk nem. Tartjuk a kapcsolatot, a tulajdonviszonyokat rendeztük, meg természetesen magánéletet rendeztük, ahogy ezt tudtuk rendezni. Én azt gondolom, hogy egész jól. Viszonylag megpróbáltuk azt, hogy keveset sérüljenek a környezetünk, és hogy kevés
dolgot vegyenek észre. Nehéz. Azért az fontos, ez nehéz. Igen, de nehéz. Sok vállalkozás belebukott ebbe a dologba, hogy ez nem sikerült. Én azt gondolom, hogy ez nekünk tök jól sikerült. Tehát ő is egy sikeres üzletet visz, én is egy sikeres üzletet viszek. Bármelyik város nézzük, igazából jól mennek a dolgok. Melyik a legjobb csekő? Nincs olyan, hogy nem jó. Mindegyik más. Ez ott a keresztkérdés, vagy csapda kérdése. Mindegy. Ha valamelyiket most el kell engedni, nem tudnám, hogy melyiket engedjem el, mert igazából mindegyik a maga nemében jó. Nagyon megtépázta a vendéglátást a Covid, meg utána az energiaválság. Borzasztóan nehéz volt teljesen újraépíteni azt az egészet. Egyrészt anyagilag is nagyon újra kellett építeni, tehát már nagyon megváltoztak a játékszabályok is a piacon. Másrészt meg a te motivációdat gyakorlatilag, hogy ne veszítsd el, és legyen meg a hited abban, hogy ez jó lesz még. Hogy lehetett, és hogy lehet megőrizni az embereket, akik a csekönnél dolgoznak? Mert ugye azt tudjuk, hogy most már a szakácsoknak, gondolom jó cukrászoknak is bődületes fizetéseket ajánlanak máshol. Tehát hogy lehet megőrizni? Mert hát ők viszik végül is magát az üzletet. Hát azért megyek be, mert klassz a kaja. Ja. Nézd, most mi 80 munkatársan dolgozunk, meg Nyíregyházán is vannak 26-an. Tehát összességében azt gondolom, hogy maga a csekőt, ugye durván egy ilyen 100 ember viszi. 81-ben nyitottunk, most van 2024, 43 év. Ezt amikor leülsz egy munkatársal beszélgetni, és teljesen mindegy, hogy egy 20 éves munkatárs, akivel azt beszéled meg, hogy mind kell, hogy változtasson ahhoz, hogy jó legyen a holnap, meg a holnap után, vagy egy új munkatárs, aki egy Z-generáció, aki most lép be még a munkaerőpiacra, és igazából teljesen más értékrendet képvisel, mint akár én, akár te vagy egy idősebb korosztály. Egy közös vonás van, amit igazából azt gondolom meg kell tudni. El kell tudni döntenie. Az, hogy ő hite szerint a csekő és a csekő által képviselt értéket tudja-e tartani, szeretné-e emelni, és akar-e hozzárakni. Ha a válasz igen, akkor helye van. Ez nem egy atomfizika semmi, amit csinálunk. Tehát itt nem Nobel-díjasokra van ugye igazából szükség, hanem olyan munkatársakra, akik hisznek az élő termék sikerében. Itt minden élő termék, amit készítünk, mindent a saját kezed maga útján formálod, a gondolat alapján formálod, és az kerül a vendég elé, úgy, ahogyan te ezt gondolod. De sokan régóta ott dolgoznak, ugye? Pont emiatt vannak 15-20 éves munkatársak, akikkel még hál' Istennek együtt tudok dolgozni. Versenyképes jövedelem van ott? Most igen. Most én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, tehát ugye Nyírbátorban azért van egy jó pár nagy cég, aki szintén nagyot fejlődött. Nekem igazából velük kell versenyezni. Persze. Nem is a legnagyobb kihívás Nyírbátorban a terméket eladni, hanem a munkaerő piacon gyakorlatilag egy olyan pozícióra rakni a csekőt, amiben van lehetőség elképzelése az egyének fejlődni. És ez most megvan. Most ezt szeretném, igen, most erre nagyon nagy figyelmet, meg fegyelmet kell fordítani, hogy most elkezdtünk egy munkát, és ezt a munkát végig tudjuk vinni. Ez egyébként nagyon sok mindenben meg fog majd mutatkozni, én azt gondolom, a jövőben. Tehát tényleg az 5 éves terv, amit azt gondolom, hogy jó lenne elérni, azt annak most ennek az elején vagyunk. Tehát mi most javítszkéltünk a Covid-ból, ez 3 évre gyakorlatilag teljesen visszavetett minket, és majdnem azt mindenféle szempontból. Tehát nem voltak pályázatok, nem voltak források, nem volt sem. Hogy darálta le a céget a Covid? Hát ez egy nagyon szigorú elmélet a fejemben, hogy hogyan lehet 2024-ben egy céget életben tartani, amit én
Azt mondom, most már a 30 aktív évemben én megtanultam. Én a mai napig is tanulok, járok iskolákba, elvégzek tanfolyamokat. Nagyon sok időt fordítok arra, hogy mindig tudjam aktualizálni a csekőnek a helyzetét. Egyrészt ugye a termékek szempontjából, amik folyamatosan változnak, másnap meg a stratégia szempontjából. De hát ugye ez nekem mondjuk egy lábam, ugye azért van még azért más is, amivel én foglalkozok az életben, meg szeretnék is. Úgyhogy most van egy tök új dolog, amit kitaláltam. És aztán remélem, hogy ez is majd egy sikeres dolog lesz, tehát egy picit szeretnék az egészségek irányában elmenni. Majdnem megköszöntem már, hogy itt voltál, de akkor most erre szálljunk már. Még egy picit, hogy mi ez, amiről céloztál? Én nagyon szeretném igazából az egészség megtartást, ugye a táplálkozáson keresztül tudatosítani. És én szeretnék egy olyan helyet létrehozni, ahol ezt bárki gyakorlatilag megtapasztalhatja. Nem feltétlenül csak vendéglátó, hanem ez egy, én egy programot szeretnék az egészséges életre, egészséges gondolkodásra és egészség táplálkozásra létrehozni. Most még egyelőre ennyi. Mi lesz arra? Az biztos, hogy érdeklődés lesz, kereslet is lesz? Én azt gondolom, hogy most már nem helyhez kötöttek vagyunk, olyan szinten megváltozott már a világ, hogy nem feltétlenül kell neked nyírbátorban csak elérni az embereket, hanem most már akár a világhálón, vagy gyakorlatilag csomagküldőn keresztül. Tehát termékeket is fogom. Is, igen. Ebben benne van egészséges gondolkodás, tudatos táplálkozás, nagyon sok minden. Ez mikor jelenik meg? Van. Az elkövetkező egy-két évben. Na hát, sok sikert akkor ahhoz is. Én köszönöm, hogy itt voltál. Rendben még miről beszélni. De hát már így is bőven túlléptünk mindenféle adásidőt. Érdekes, amiket mondtál. Jó. Önöknek is köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. Köszönöm.